női nemi aktivitás. A nők nagy része 30-40 éves kora után azt tapasztalhatja, hogy szervezetében csökkent az ösztrogén szint. Ezek a hormonok felelősek többek között a menstruációs ciklus, valamint a lipidek, a kalcium és a protein anyagcseréjének szabályozásáért a női szervezetben. Az ösztrogén szint csökkenése a nemi életre is negatív hatást gyakorol. Gyengül a libidó és egyéb problémákhoz is vezethet. Ezekben a helyzetekben két különösen a hölgyek számára kifejlesztett tiens termék is segítséget nyújthat. A Kangli és a Weikan kapszula. Ez a két étrendkiegészítő támogathatja az öregedési folyamatok lassítását és a kielégítő nemi életet. A Kangli C és E vitaminokat, az immunrendszert erősítő és az öregedés folyamatát lassító antioxidánsokat tartalmaz. Szója izoflavonok is vannak benne, melyek roppant értékes összetevői ennek az étrendkiegészítőnek. Természetes növényi ösztrogénekként viselkednek, melyeket fitoösztrogéneknek is nevezünk. A kangliban jelenlévő izoflavonok a szervezetbe kerülve ösztrogénként viselkednek, támogatva ezzel a női szervezet fiziológiai funkcióit, különös tekintettel a nemi funkciókra. Véleményem szerint nem éri meg 50-60 éves korunkig várni az ösztrogén szint feltöltésével. Megelőzésképp már 30 éves korunk körül érdemes elkezdeni, amikor elindul a szintcsökkenés. Érdemes szem előtt tartani, hogy a kangli összetevői segítséget nyújthatnak a klimaxhoz kapcsolódó tünetek enyhítésében, valamint késleltetheti az esetleges csontritkulás kialakulását. Nyugtatóan hathat, így megelőzheti a hirtelen kedélyállapot változásokat, és csökkentheti a stressz kellemetlen tüneteit. A második termék a Tiens Weikan kapszula. Ez a termék bővelkedik E-vitaminban. Az orvosi terminológia tokoferolnak nevezi, melyet a kínaiak még szemléletesebben a szaporodás fenoljának hívnak. Már a neve is jelzi, hogy nagyon fontos szerepet játszik az emberi termékenység vonatkozásában. A Weikan kapszulában jelenlévő E-vitamin javíthatja a petefészek aktivitását. Ha a petefészek nem megfelelően működik, akkor az negatív hatással van az ösztrogén szintre és a termékenységre is. Ha tehát a nők valóban egészségesek, fiatalok és szépek szeretnének maradni, akkor gondoskodniuk kell a petefészkük megfelelő állapotáról, és ezáltal az ösztrogének megfelelő egyensúlyáról. A Weikan kapszula az E-vitaminon kívül a búzacsiraolajnak, a lecitinnek, a bétakarotinnak és az oktakonazolnak, mely a búzacsiraolaj fő hatóanyaga, köszönheti rendkívüli sajátosságait. Ennek az étrendkiegészítőnek az összetevői jótékony hatással lehetnek a termékenységre és a női libidóra, valamint lassíthatják az öregedési folyamatokat, javíthatják a bőr állapotát, pozitívan befolyásolhatják a koleszterin szintet, kiegyensúlyozhatják a keringési rendszer működését, valamint javíthatják a látást és a memóriát. A Kangli ajánlott bevitele napi 1-2 kapszula. Ezzel párhuzamosan naponta 1-3 Weikan kapszula is fogyasztható.